Sziasztok! Ez itt a Veganuárnak a 19. napja, és ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy mik azok a változások, amik történtek velem testileg és lelkileg egyaránt, mióta vegán vagyok. Március vége, április eleje, a pontos dátumot nem tudom, akkor váltottam, és ennek 3 éve már erre az életmódra, úgyhogy ez idő alatt elég sok minden így összegyűlt, amit így most megfigyeltem magamon, és nem emlékszem rá, hogy erről beszéltem volna valaha is, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most csinálok ezzel kapcsolatban egy kis rövid videót. Az első és legfontosabb az az, hogy tudom, hogy nem veszek részt az állatok szükségtelen öldöklésében, és hogy ezzel sok állatot megmentek. Sokkal jobb érzés így létezni minden nap, hogy tudom, hogy minden egyes nap teszek ezért. Úgyhogy ez igazából a legjobb. Aztán, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon pozitív, az az étellel való viszonyom. Most azt tudom mondani, hogy teljesen jó, tehát én evészavaros voltam előtte, és amikor elkezdtem amúgy ezt az életmódot, még akkor is, tehát akkor sem úgy még el teljesen, és nem mondom azt, hogy minden evészavarosnak megoldja a problémáját az, hogyha áttér a növényi étrendre, vagy vegán lesz, ezt nem mondom. Nyilván kell szakember segítségét kérni, hogyha valakinek ilyen problémái vannak, vagy evészavara van, de nekem nagyon-nagyon sokat segített. Ki tudtam alakítani egy normális viszonyt az étkezés és köztem. Tehát, hogy ez is szintén egy felbecsülhetetlen és jó érték, hogy nem azon stresszelek, hogy mit egyek, hol egyek, mikor egyek, merre egyek, szóval nagyon sokan mondják, amikor váltanak vegánra, hogy körülményesebb lesz, és bonyolult, és nehezebb, és ezt abszolút meg tudom érteni egyébként az ő álláspontjukban, de hogy nekem sokkal egyszerűbb, és ebből a szempontból valószínűleg fordítva működök, de hogy nekem sokkal-sokkal egyszerűbb így enni. Én nem diétázom a vegán étrenden belül, tehát nem követek semmilyen irányzatot, azt teszem, amit éppen úgy jónak érzek, és törekszem arra, hogy minél több nyers ételt tegyek, minél több teljes értékű zöldséget, gyümölcsöt. Annak ellenére, hogy nem diétázom, tehát nem számoltam a kalóriákat, és nem figyeltem oda ezekre a dolgokra úgy nagyon-nagyon különösképpen, hogy akkor most fogyjak. Ennek ellenére fogytam, viszont nem a legelején, amihez nagy valószínűséggel az is hozzájárul, hogy amikor én váltottam, akkor elkezdtem dolgozni egy vegán étteremben, a konyhán, és hát ugye ott egész nap enni kellett, meg mindent meg kellett kóstolni, úgyhogy nyilván akkor jóval-jóval több kalóriát vittem be, mint amennyire szükségem volt, de mióta nem dolgozom ott, és mióta így, hogy mondjam, normálisan eszek, tehát tényleg annyit, amennyire szükségem van, azóta így teljesen jól lefogytam, annak ellenére, hogy semmi különösebb dolgot nem csináltam, sokkal könnyebbnek érzem magam, frissebbnek, és hát egyébként egy másik hatás is, hogy jóval több az energiám. Több a tenni akarás bennem, a menni akarás, meg a csinálhatnék, szóval ebből a szempontból is ez nagyon-nagyon jó, energikusabb vagyok. Aztán, amit még észrevettem, ugye én PC-os vagyok, amit jelenleg tudok magamról mondani, és ugye ez már majdnem 3 éve vagyok ezen az étrenden, és elég sok mindent tudok összehasonlítani azzal, hogy milyen volt előtte. Amikor elkezdtem így étkezni, a legszembetűnőbb az volt, hogy minden hónapban megjött, ami így nekem így ilyen wow, tehát így ehhez nem voltam előtte ugye hozzászokva. Aztán olyan is volt előtte, hogy mondjuk egy hétig tartott, nagyon erős volt, fájt a hasam meg a hátam, tehát nekem alapvetően nem a hasam fájt mindig, hanem a hátam, és ez kisugárzott a lábamba, és hát nagyon kellemetlen volt ez az egész, és ez most teljesen, tehát nincs ilyen, hogy fáj. Igazából gondolkodtam még így a videó készítés előtt, és talán azt tudom mondani, hogy a 3 év alatt egyetlen egyszer volt, hogy nagyon-nagyon fájt a hasam, mielőtt megjött meg ilyenek. Egyetlen egyszer, és ez így wow, tök jó. És a hátam egyáltalán nem. A másik az arcbőröm, szóval, hogy így nem tudom, hogy így most mennyire jön át, de tök tiszta, és nincs rajtam smink meg alapozó, meg semmi ilyesmi, és sokkal jobb, tehát sokkal tisztább az arcbőröm. Sokkal szebb akkor a mellkasomon is, meg a hátamon is. Nyáron szoktam kipattogni, de én arra gondolok, hogy ez valami napallergia dolog lehet, mert hogyha kimegyek a napra, akkor így mindenféle ilyen kiütések lesznek rajtam, de ezt leszámítva nincs. PMS-sel kapcsolatban sokkal kevesebb szer van, és sokkal enyhébb is, mint ami régebben volt, és akkor szinte mindig volt, és így fú, tehát ez borzasztó, amikor így az van, hogy fáj a mellem, fáj a derekam, a hátam, mindenem, ingerült vagyok, mérges vagyok, dühös vagyok, ok nélkül nyilván, akkor ez a, ugye, ezek az érzelmi labilitások, meg túlérzékenység, stb. Hát ezekre tisztán emlékszem, és nem azt mondom, hogy nincs most, mert van, de jóval ritkábban, és közel sem olyan erős, és sokkal jobban tudom kezelni. Most nyilván ennek lehetnek amúgy lelki oka is, nem tudom, fogalmam sincs, de az biztos, hogy ez változott, mióta így étkezem, úgyhogy ezért ez is ide tartozik. Aztán az emésztésem is sokkal jobb lett, tehát abszolút nincs ezzel semmi problémám, ami még feltűnt, hogy nem puffadok, tehát nincs ilyen problémám, hogy puffadás és az ezzel járó hasfájás, míg régebben folyamatosan ez volt a problémám, hogy puffadok, és így igen, emlékszem erre, tisztán emlékszem, hogy mondtam is a barátnőm. Nem tudom, hogy miért van ez, és tök mindegy, hogy mit eszek, mert akkoriban tényleg tök mindegy volt, hogy most a kenyeret eszem, mert hogy akkor arra gondoltam, hogy biztos a gluténtől puffadok, vagy a tejtermékektől, vagy már a hústól, mert mindenki találtam, hogy gyümölcsök, stb. De hogy egyfolytában tényleg ez volt a problémám, hogy nagyon-nagyon sokat puffadtam, és nagyon rossz volt. Aztán, ami még így étkezéshez kapcsolódik, az a kívánóságomnak a megszűnése. Nincs, amikor az van, hogy ettem valamit, tehát mondjuk egy főételt, és utána hú, de ennék valami csokit, hogyha sós volt a főétel, vagy ettem valami édeset, és akkor utána, és akkor fú, de ennék valami sósat, mert hogy ez nagyon édes volt. Szóval ez így megszűnt, és alapvetően azt tudom mondani, hogyha eszek egy rendes ételt, de amivel úgy tényleg jól lakok, egy főétel után, akkor nincsenek ezek, hogy ó, de kéne egy kis csokika, vagy kéne valami utána, szóval ez is tök jó, és ez teljesen megszűnt. Más az ízérzékelésem. Érezni azt, hogy teljesen más az állati eredetű élelmiszereknek az íze. Én azt tudom mondani, hogy jóval erőteljesebbek. Teljesen megváltozott az ízérzékelésem, úgyhogy ha nektek is van hasonló tapasztalatotok, akkor tehát akkor azt is hozzátok meg, mert erre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy álltok ezzel, vagy hogy látjátok ezt. És az utolsó, ami szintén nagyon-nagyon fontos, hogy sokkal boldogabb vagyok, mióta így élek, sokkal jobban érzem magam, és úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenben más ember lettem, mióta vegán vagyok, és máshogy is nézek a világra, meg az állatokra. Igazából sokszor szokták mondani, hogy az, hogy vegán lettem, az volt életem legjobb döntése, és ezt én is így gondolom. Nagyon-nagyon jó döntés volt, és igazából, ha belegondolok, azt se tudom, mit csináltam előtte. Tehát, hogy így van egy ilyen sötét korszak jellegű dolog az életemben, nem az, hogy most minden rossz volt nyilván, de teljesen más volt a gondolkodásmódom, a hozzáállásom, magammal való viszonyom. Most sokkal jobban kiállok magamért és a véleményemért, mint előtte, szóval én tényleg nagyon sok változáson mentem keresztül. És sokkal jobban ki tudok állni, nem csak ezért az ügyért, hanem más dolgokért is magamban, a saját véleményemért jobban tudom kommunikálni ezeket a dolgokat, bár a kommunikáció még mindig nem teljesen jó, ezzel tisztában vagyok, de nem baj. És tudom, hogy jóval etikusabban is élhetnék, jóval kevesebb szemetet termelhetnék. Igen, tehát, hogy ezeken minimalizmus, zero waste, tehát ezeken azért még van mit fejlődnöm. Szépen lassan, így most már más aspektusból is szemlélem ezt az életmódot. Úgyhogy erről majd a későbbiekben fogok tudni többet beszélni, mert hogy én is még csak úgy tanulom, meg érdeklődök, stb., de nagyon-nagyon érdekel, és jóval többet is tehetnék annál, mint amit most teszek, tehát jóval etikusabb életet is élhetnék, de nem érzem magam emiatt rosszul, és nem az a célom, hogy tökéletes legyek, hanem az, hogy a tőlem tehető legjobbat megtegyem, és az engem abszolút boldoggá tesz. Oké, szóval ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és a további videóig is boldogság növényi alapokon. Sziasztok!